először ezen a zongorán boldogult nagyanyám, anyai nagyanyám játszott, Weber Mária. Mondjam el róla, hogy édesapám vette Bécsből 1915-ben, és máig sincs kifizetve, mert részletre fizetésre vette. Az utolsó 100 koronával Trianon miatt adós maradt, mert országhatárok elválasztották az adóst a hitelezőtől. Születtem 1920-ban Dicsőszentmártonban, a Bolondok házában. Azért ottam, mert édesapámnak ott volt a szolgálati lakása, mint orvosnak. Nagyapám magyarországi volt, postatisztviselő, akit az ország különböző részeibe helyezgettek, laktak ők Pozsonyban, laktak Szegeden, Szegeden született édesapám, laktak huzamosabb ideig Kolozsvárt is, itt járta ki édesapám a középiskolát, és itt végezte el az orvosi fakultást. Amiután elvégezte az orvosit, ő itt maradt Erdélyben, a család visszaköltözött Budapestre. Ezért volt aztán az, hogy a diktatúra éveiben, amikor különböző űrlapokat kellett kitölteni, vannak-e külföldi rokonai. Egy sereg nagybátyám, unokatestvérem Magyarországon élt. Következő kérdés, mikor hagyták el az országot, mindig be kellett írjam, nem ők hagyták el, hanem édesapám telepedett le Erdélyben. Anyai részről háromszéki család ból származom, hogy így mondjam, Köncei család. Köncei Lenkének hívták boldogult édesanyámat. Egy év múlva Radnótra költöztünk. Radnót járási székhely, nagyközség, ma már városi rangra emelkedett. Ott töltöttem a gyermekkoromat. A környezet jó hatással volt rám olyan szempontból, hogy van egy 15. századi műemlék temploma, ott van a 17. századi Rákóczi kastély. Hozzátenném azt, hogy édesapám nagyon érdeklődött a történelem iránt, meg volt könyvtárunkban a kővári féle erdélyi történelme, sokat olvasgattam. Sokat jártunk a Marosra fürödni, hát az felejthetetlen emlék. Itt kezdtem el a tanulmányaimat is, és a tanulmányaimmal kapcsolatban el kell mondanom, hogy minden típusú iskolát két helyen jártam. 6 éves koromban adtak be elemibe, ami abban az időben ritkaság volt, miután kijártam a 4 elemit, ami feljogosított, hogy az akkori számítás szerint a középiskolába iratkozzam, a mostani 5., akkor első gimnáziumba. Édesapám egy évig beiratott az állami iskolába, hogy tanuljak meg jól románul. Tehát megismételtem a 4. elemit a román iskolában. Ennek nagy hasznát vettem a középiskolában. A 4 alsó gimnáziumot, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Főgimnáziumban jártam, mikor ott megszűnt a felső tagozat, folytattam a Református Kollégiumban. Következett az egyetem. Első évet az első Ferdinándról elnevezett egyetemen végeztem, a további éveket a Ferenc Józsefről elnevezett egyetemen. 43-ban tanári oklevelet szereztem, latin-görög szakos tanári oklevelet. 44-ben ledoktoráltam régészetből. Ezt a doktorátust utóbb a hatóságok nem ismerték el, mert a régészet az egy történelmi disziplína, én pedig irodalmat adtam elő, a kettő nem fette egymást, tehát még egyszer jött a kettősség, újra doktoráltam, a 70-es években, ezúttal összehasonlító irodalom történetből. Most már a pályám úgy alakult, hogy már 42-től gyakornok voltam az Erdélyi Nemzeti Múzeum érem és régiségtárában, a mai Történelmi Múzeumban, a Bástya utcában. Hát ezért is doktoráltam régészetből. 44-ben
következett a törés a pályámban, az, hogy a bevonuló szovjet csapatok a múzeum épületébe jöttek, összeszedtek mindenkit, aki fiatalabb volt aránylag, tudnélik a professzoromat nem vitték el, és még volt egy idős szolga, az se. Ötünket vittek el, abból egyet elengedtek, nem tudom miért, a másik három az ott pusztult az Uralban. Gyalog mentünk Tordára, Tordán vagomba, onnan Brassóba, még dobáltunk le cédulákat, hogy tudassuk a családot, ismerősöket a sorsunkról. Még reménykedtünk abban, hogy hát ha nem visznek messze, de aztán vittek tovább Fogsányba, és onnan megállás nélkül egészen az Uralig. Ottan 11 hónapot töltöttem, vagy 10 és fél hónapot, csak azért csak annyit, mert nagyon gyenge lett az egészségi állapotom. Közben átestem a kiütéses tifuszon. Itt meg kell jegyezzem, hogy az egészségügyi viszonyok kezdetben lehetetlenek voltak. Százával mászkáltak rajtunk a tetük és a tetvek és a poloskák, nem is tudtuk írtani őket. Most is magam előtt látom magamat, amint ülök a prics tetején, és egy vízzel telt konzervdobozba dobálom bele a poloskákat, mert nem volt idő mind agyon nyomni őket, hát a vízbefúlásra ítéltem őket. Nem voltam kötelezve munkára, mert gyenge volt az egészségi állapotom, de tél vége felé, hát ez nem is tél vége felé, még a tél derekán jelentkeztem munkára, mert a dolgozók jobb ellátást kaptak, jobb kosztot kaptak, mégpedig hullahordozó lettem. Ez azt jelentette, hogy minden reggel körbejártam a barakokat, megnéztem, hogy hol vannak halottak, a társaimmal együtt kicipeltük őket, feltettük egy szánfélére, kihúztuk az erdőbe, ahol egy másik brigád ásta a sírt, hát a fagyott földet úgy, ahogy felásták, de nem volt az tisztességes temetés, egy olyan 10 centi föld jutott a hullákra mindössze, nem lehetett többet kikapálni, kiásni. Aztán lassan véget ért a járvány, 800-ból maradtunk 180-an abban a lágerben, ahol éppen akkor volt ez a nagy pusztítás. Magyarok voltak? Vegyesen voltunk, összekevertek bennünket, főleg német hadifoglyokkal. Úgyhogy annyi hasznom volt, záró idézőjelbe téve, hogy egy kicsit belejöttem a német beszélgetésbe, a német hadifoglyokkal való csevegés közben. Szóval tavasz felé javult a helyzet, az ellátás is jobb lett, és kivittek bennünket például krumplit ültetni. Persze az ültetésre szánt krumpli felét megsütöttük a tűzbe és megettük, mert még mindig nagyon éhesek voltunk. Meg eszembe jut egy fogolytársam, egy roppant nagyétkű kolozsvári fickó, töménytelen mennyiségű krumplit megevett, rosszul lett tőle és kiokátta, és akkor kezdte előről az evést. Bennünk volt ez az enni minden áron, annyi éhezés után. Na és aztán valamikor augusztusban tették vonatra a gyengéket egyelőre, akik nagyon rossz fizikai állapotban voltak. Én is, ha bár jobb állapotban voltam, mint a télen, de a gyengék közé tartoztam, meg is rühesedtem, és elindítottak haza, és 1945. augusztus talán 31-én érkeztem vissza Kolozsvárra.
ahol is felkerestem Létai Lajos barátomat, ők őrizték meg az itt hagyott holmiimat, mert együtt laktunk vele, és pár nap múlva hazautaztam a szüleimhez Marosvásárhelyre, éppen a rózanapi nagyvásár napján érkeztem Vásárhelyre. Az egyetemet a professzor úr a Román Egyetemen, a Ferdinánd Egyetemen kezdte. Milyen volt ennek a tanulmányi helyzete? Voltak-e magyar tanárok, és egyáltalán milyen képzést adott? Latin-görög szakra általában kevesen iratkoztak be. 39-ben beiratkozott 4 magyar fiú és 3 román leány. 7 voltunk tehát első évesek. Megjegyzem, abban az időben az egyetemen sehol felvételi nem volt, csak az orvosin, mert ott ugye a laboratóriumi helyek, stb. Korlátozottak voltak. Tehát felvételi nélkül. 2 kiváló professzor volt a Román Egyetemen. Az egyik Theodor Naum, aki a latin nyelvet és irodalmat adta elő, a másik Stefan Bezdeki, aki a görög nyelvet és irodalmat. Mindkettőjükről csak a legjobbakat mondhatom, a színvonal, a tudás, az emberség szempontjából. Ebből a szempontból külön kiemelném Theodor Naum professzort. 1940 tavaszán vizsgáztam nála, amikor elég feszült volt a román-magyar viszony, már kezdődött a bécsi döntés szele fújdogálni, és ebben a légkörben mentem hozzá vizsgázni, Horáciusból kellett felelnem. Egy remek Horácius idézetet akartam a feleletembe beleszőni, természetesen latinul, és nem jutott eszembe. És mondom a professzornak ezt a régi diákos mondást, hogy tudom, professzor úr, csak nem jut eszembe. A legnagyobb nyugalommal azt mondta, nyugodjak meg, ő vár türelmesen, amíg eszembe jut, és ez az ő nyugalma rögtön átragadt rám, úgyhogy abban a pillanatban eszembe jutott az idézet, úgyhogy jó minősítést kaptam a vizsgán. Ugyanígy a Magyar Egyetemen 2 jó, kiváló színvonalú professzor, de mind a 2 latint is, görögöt is adott elő. Förster Aurél volt az egyik, és Ivánka Endre a másik. Külön, ha már szóba jött az egyetem, nagy szeretettel kell megemlékeznem Roska Márton régész professzorról, aki másodéves koromban gyakornoknak bevett a múzeumba. Az oldalán dolgoztam, ásatásokon vettem részt, és úgy indult a pályám, hogy régész leszek, de amikor hazajöttem a fogságból, akkor már visszatérőben voltak a román egyetemi emberek, például Dajkovics visszatért. Roska professzor látta, hogy itt nekem nem terem babér, és azt mondta, hogy menjek haza szüleimhez, úgyis rám fér, hogy egy kicsit jó állapotba kerüljek, mert le voltam romolva. És ezzel aztán megszakadt a kapcsolatom a régészettel. Tehát hazamentem Vásárhelyre, ahol is hát szüleim hozzáláttak ahhoz, hogy testileg rendbe tegyenek. Ugyanakkor állást vállaltam abban az iskolában, ahol kezdtem a középiskolát, a Római Katolikus Főgimnáziumban. 2 évig ott tanítottam, és 2 év múlva az egyházi hatóságok, Márton Áron püspök úr áthelyeztek a gyulafehérvári Majláth Liceumba. A gyulafehérvári évemnek különös jelentőséget ad számomra az, hogy ott ismerkedtem meg későbbi feleségemmel, akivel több mint 50 éve nagy egyetértésben élünk. Gyulafehérvári tanárkoromban megpályáztam a Bolyai Egyetemen egy tanársegédi állást a latin nyelvnél. Kineveztek professzorrá, nem tanársegéddé.
lévén korlátozott a professzori és docensi állások száma, szükség volt a professzori állásra egyesek szerint Nagy Istvánnak, az írónak, akit akkor hoztak be a Magyar Irodalomtörténeti Tanszékre, mások szerint Demeter János prorektor sógorának, Kovács Zoltánnak. A Magyar Egyetemnek a tanárai be tudtak illeszkedni a Bolyai Egyetembe? Roska Mártonra gondolok, vagy a Roska többiekre? Márton már 1935-ben távozni kényszerült az országból, volt Dajkovicssal egy nagy pereskedése, és most 45-ben újra tudta, hogy kiújulhat ez a vitatkozás, vagy pereskedés, vagy minek nevezzem, úgyhogy ő távozott. A latin és a görög professzorok szintén távoztak. A vidéki egyetemeken megszüntették a klasszikafilológiai oktatást, egyedül a bukaresti egyetemen maradt meg. Én továbbra is latint tanítottam, mégpedig a filozófiai szakosoknak, akiknek a filozófiai terminológia miatt szükség volt erre, valamint a román szakosoknak, mert hát a román ugye a latinból származott. Aztán egy szép napon másként alakult a pályám, Szabédi László adta elő a világirodalmat. 50-es években. Igen. És Szabédi László beleszeretett a nyelvészetbe, írt is könyvet nyelvésztárgykörből, és teljességgel a nyelvészetre akarván áttérni, egy napon azt mondja nekem, vedd át tőlem a világirodalmat, annak úgyis alapja a görög és a római irodalom. Én megtisztelve éreztem magam, hogy egy Szabédi László örökébe léphetek, és igent mondtam, és akkor elkezdtem a világirodalmi oktatást, amihez persze nem volt elég a latin és a görög rész, mert hozzá kellett vennem a középkort, az újkor kezdetét, de igyekeztem tőlem telhetően beledolgozni magam ebbe az új anyagba, és egészen nyugdíjba vonulásig, 1982-ig világirodalmat adtam elő. Közben voltak olyan humoros esetek is, hogy normahiány miatt román nyelvre oktattam az itt tanuló görög diákokat, akik jöttek, hogy mondjuk beiratkozzanak az orvosira, de először át kellett essenek egy román nyelvtan folyamon. Hát románra tanítottam görög ifjakat például. Most már miközben világirodalmat kezdtem előadni, jöttek az ötletek, kezdtem kisebb-nagyobb tanulmányokat, először könyvismertetéseket, kisebb tanulmányokat írni, hova tovább ezekből könyvek lettek, elég szép számban jelentek meg, és külön örömömre szolgált az, hogy a Abafáy Gyulai Pálról szóló könyvemet a Magyar Tudományos Akadémia adta ki a Humanizmus Reformáció elnevezésű sorozatban. Annak idején természetesen engedélyt kellett kérni ahhoz, hogy a kéziratot az ember kijuttassa, és megkaptam az engedélyt, és kijuttattam, és boldogult Klanicai professzor intézte az ügyeket, majd sikerült kiutaznom, hogy a korrektúrát személyesen végezzem el. Nagy volt az örömöm, amikor hát egy ilyen rangos fórum, mint a Magyar Tudományos Akadémia kihozta ezt a könyvemet. Visszatérnék egy pillanatra a feleségemre, hogyha nem zavarok ezzel. Tudnélik, a feleségem nem csak feleségem úgy, ahogy ezt szokás érteni, hanem egyik bírálóm is. Felszoktam olvasni neki a készülő cikkeimet, verseimet,
és nagyon gyakran jó ötleteket ad, mit hagyjak ki, mit módosítsak, mivel toldjam meg. Én viszont ezt azzal igyekszem meghálálni, hogy amilyen házi munkába csak be tudok kapcsolódni, mindenbe bekapcsolódom. Hát többek között enyém a déli mosogatás, enyém mindig a tiszta ágynemű felhúzása, enyém a kenyérbevásárlás, szóval igyekszem tehermentesíteni, mert az asszonyoknak úgyis sokkal nehezebb dolguk van. Említettem a verseket, hogy verseket is írok. Az egyik legnagyobb visszhangot az keltette, amelyiknek ez volt a címe, hogy Barátok, pályatársak panorámája. Vagy 20 embert felsorolok, itt megemlíteném Csetri Eleknek a nevét, aki nem olvassa a Helikont, ahol ez megjelent, hanem Magyarországról kapott figyelmeztetést, hogy tudod-e, Elek, hogy írtak rólad a Helikonban, és akkor hívott fel, és köszönte meg, hogy őt is belevettem ebbe a felsorolásba. Máskor írok tájakról, tárgyakról, emberekről, állatokról, hamarjában nem is tudnék példákat mondani. Jelenleg a Helikonnál van két versem, most adtam be a múlt héten, ezzel a főcímmel, hogy kettecskén, mármint a feleségemmel, az két vers, az egyiknek ez a címe, hogy egy napunk, tehát mivel telik el egy napunk, másiknak az a címe, hogy kártyaparti feleségemmel. Tudnélik, esténként a vacsora után mindig egy kártyapartit játszunk, mégpedig egyszerű játékokat, disznót, Máriást és durákot. 1948-ban került a tanár úr az egyetemre, igaz? 48. december 1-én. Származott-e valami hátrányos megkülönböztetése abból, hogy egyházi iskolákból került a Bolyai Egyetemre, tehát Marosvásárhelyről, a katolikus gimnáziumból, a Gyulafehérvárról? Semmi hátrány nem származott. Tudnilik, a Bolyai Egyetem személyzete jó részt egykori egyházi iskolák tanáraiból tevődött össze. Jancsó Elemér professzor például a Református Kollégium tanára volt Hajdan, vagy Szigeti József, a régi irodalom professzora, a Vásárhelyi Református Kollégium tanára volt. Úgyhogy a legtöbben egyházi iskolákból kerültek ki. Tanár úr, mint tanár, milyen elveknek a jegyében, vagy milyen pedagógia jegyében tanította a világirodalmat? Világirodalom az egy véghetetlen tenger. Mi az, amit meg lehet követelni egy diáktól? A véghetetlen tengert említette. Ezt a kifejezést szoktam én használni néha, tudnélik, Szent Ágoston írja valahol, hogy egyszer kiment a földközi tenger partjára, és ott látott egy gyereket, amit a homokba egy gödröt ásott. Megkérdezte, hogy mit csinálsz? Gödröt ások, mit akarsz ezzel a gödörrel? A tengert akarom belemerni. Ezt a képet szoktam én használni olyankor, amikor az ember egy lehetetlen vállalkozásba fog. Hát szinte ilyen lehetetlen vállalkozás volt a világirodalmat is beszorítani a rendelkezésre álló időbe. Hát nagy szelekcióval többé-kevésbé sikerült. Persze minden diák buzgalmán múlott az, hogy mennyit olvas hozzá abból a kiadott bibliográfiából, és mennyit nem olvas hozzá. És közben jelentek meg a tanár úrnak a könyvei, főleg a klasszikus görög, illetve hát római kultúrából. Anekdóta gyűjtemények, aforizma gyűjtemények. Még azelőtt boldogult Bodor András barátommal és kollégámmal közösen a görög filozófusokból fordítottunk.
ez egy párhuzamos sorozat volt, úgy értem párhuzamos, hogy megjelentek románul a megfelelő kötetek, és akkor ugyanazok magyarul is, csak mi természetesen nem románból fordítottuk le, hanem szintén az eredeti görögből. Azután kezdődött el ez a szakasz a pályámnak, amikor anekdóta gyűjteményeket tettem közzé. Már valamivel később fogtam hozzá a mediterrán mitoszok és mondák alcímén mitológiai kislexikon című kötetemhez, amely több kiadást, összesen 4 kiadást ért el, ha beleszámítom a Kallósz kiadást is, amelyet a budapesti rendőrség elkobzott. Ennek is a másik könyvnek, az európai mítoszok és mondáknak hogyan gyűlt össze az anyaga? Amikor a Iliászt, Odüsszeiát előadtam, nap mint nap találkoztam tömérdek névvel, egy idő után támadt az az ötlet, hogy ebből lehetne valami kereket összeállítani, és aztán tudatosan kezdtem kicédulázni végig az Iliászt, Odüsszeiát nagy selejtezéssel, mert így is van olyan van olyan név, amelyik 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös csomót ki kellett selejtezni. És az aforizma gyűjteményeknek az anyaga hogyan állt össze? Hát aforizmákat mindig kedveltem, és korán elkezdtem gyűjtögetni, aztán egy idő múlva felmerült bennem a gondolat, ho-ho, itten kétféle anyagról van szó, egyrészt az ókor anyaga, másrészt a középkor és az újkor. És akkor aztán kezdtem rendszerezni, kiegészíteni a gyűjteményemet. Mind a két kötet, az ókori és a közép és az újkori is a Dácia kiadónál jelent meg. Nagy szívességgel vállalták Kerekes György és Jancsik Pál a kiadását. A tanár úr tudományos munkásságában a Gyulai Pálról szóló könyv nagyon jelentős. Azt kérdezném, hogy ez a témaválasztás hogyan történt? Valamikor, az évet persze nem tudnám megmondani, kezembe került ennek a Gyulainak egy könyve, egy levele. Elolvastam, és megtetszett nekem, mert tele volt ókori utalásokkal, ókori idézetekkel. És akkor felvetődött bennem a gondolat, hát ki is ez a Gyulai? Elkezdtem utána olvasni, és akkor kiderült, hogy nagyjából ugyanazokban az évtizedekben 3 Gyulai Pál élt és működött Erdélyben, és szét kellett választani őket, hogy úgy mondjam, hogy ki az, aki írta ezt a szép latin levelet, és ki a másik kettő. Először ezt a munkát elvégeztem valamelyik folyóirat hasábjain, ha nem tévedek, a nyelv- és irodalomtudományi közleményekben. Aztán levéltárban gyűjtöttem még anyagot, és lassan-lassan összeállott a könyv erről a művelt humanistáról, aki szintén Báthori Zsigmond egyik áldozata lett, mert nem értett egyet a Báthori Zsigmond politikájával. Másik nagy személyiség, akinek a neve összekapcsolódik a tanár úr életművével, az Benkő József. József, ez már úgy történt, hogy vagy Jakó Zsigmond, vagy Benkő Samu hívták fel a figyelmemet, hogy jó volna lefordítani Benkőnek ezt a kéziratban maradt művét, latin nyelvű, hozzáférhetővé tenni a nagy közönség számára. Én 5 évi munkával lefordítottam, és akkor várt a kiadásra majdnem 20 évet a kötet. A Transylvania Specialis, aminek azt az alcímet adtam, hogy Erdély földje és népe. A Kriteriontól felkérést kaptam a lefordításra, de nem adhatták ki, és ez érthető volt az akkori viszonyok közepette, hiszen Benkő azzal kezdi ezt a könyvét,
Erdély földje három részre osztik, a magyarok földje, a székelyek földje és a szászok földje. A középkori Unio Trium Nationum elvnek megfelelően. Természetesen ezt nem fogadhatta el a politikai cenzúra, és szó se lehetett a kiadásról. Különben a kiadás elég viszontagságos volt olyan értelemben, hogy kijuttattam Magyarországra. Az egyik kiadó, nem mondom meg a nevét, mert nem akarok rossz reklámot csinálni neki, elkezdte szedni, és akkor abba hagyta, mert nem kapott elég kedvező visszajelzést a várható megrendelésekről. Kiutaztam, hogy átvegyem a kéziratot, elveszett a kézirat. Aztán előkerült mégis. Akkor egy idő után a akadémiai kiadó karolta fel a dolgot, oda is egy csonkán került valahogy egy példány, kiutaztam és a másodpéldányból kiegészítettem, de aztán valamiért az akadémia is levette műsorról, hogy végül mégiscsak az eredeti gazdánál, a kritériumnál találjon kiadóra. Benkő József egyike nagyjainknak, méltán mondta Benkő Samu akkor, amikor volt a könyvnek a bemutatója a Múzeumegyesület székházában, hogy nagy mulasztása a Múzeumegyesületnek, hogy ott a falon szerepelnek az erdélyi nagyságok domborművű képei, hogy Benkő nincs közöttük, de hát pótolni fogják a mulasztást. Nagy volt, mint történész, kiváló volt, mint botanikus. Nem csak a magyar botanika, a román botanika is nagy elismeréssel szólt róla mindig. Egész sereg növénynek a román nevét ő említi először. De hát elsősorban, mint történész, sok oklevelet mentett meg a pusztulástól, rengeteg gazdaságtörténeti adatot közöl, statisztikákat közöl, szóval úttörő volt minden tekintetben. Professzor úr a szótörténeti tárnak az egyik szerkesztője. Kérném szépen, hogy erről is tessék beszélni. Szabó T. Attila halála előtt egy évvel lettem a munkaközösség tagja, és azóta állandó jelleggel dolgozom. Nem büszkélkedésből mondom, de az utóbbi kötetekben a legnagyobb munkát én végeztem, szóval az utóbbi 3-4 kötetben az én tőlem szerkesztett rész a legterjedelmesebb. Szívesen végzem, és főleg azokat a részeket végzem szívesen, ahol a latin-görög szakismereteimet felhasználhatom, így például a P betűnél a pre kezdetű szavak, azokat majdnem mind én dolgoztam fel, mert a latin eredetű szavak. Dolgozom, az íróasztal most is tele van cédulákkal, az előszoba tele van cédulákkal, nem győzik a szerkesztők. Hát most volt egy kiesés szegény Vámszer Márta halálával, ugye? Halála. Ő volt a főszerkesztője. Ő volt a főszerkesztő, és azóta egyszer gyűltünk csak össze, és megállapodtunk, hogy október 10-én gyűlünk újra össze, és megkezdjük a munkát. Ilyen kötegekben kapjuk az anyagot. És ezeket Szabó T. Attila jegyezte le kézzel, tintával? Ezeket mind millió számra vannak, azt hiszem nem túlzok, ezek a cédulák. Munkatársai is besegítettek egy idő után, úgyhogy van, ami nem az ő kézírása. Nos, megkapom így a kötegeket, néha 15 kötet ugyanaz a címszó, példának említsem meg, én dolgoztam fel, csak még nem került a szerkesztők elé a Szép címszót, különben a Szabadságban írtam erről egy cikkecskét, hogy mennyi minden húzódik meg emögött, illetve mennyiszer dobjuk oda ezt a szót, hogy szép, amikor használhatnánk egy kifejezőbb valamit. És példákkal illusztrálom. Szóval kezdődik a munka azzal, hogy kibontom mind a
10 vagy hány ilyen köteget, és akkor olvasom a szöveget. Olvasom szép, például Rákóczi György szép tipográfiát hozott külföldről. Hát ez a szép itt azt jelenti, hogy jól felszerelt, más nem jelenthet. Vagy olvasom azt, hogy szép fenyőfa, hát az egy sudár fenyőfa lehet. Tehát osztályozom a jelentés árnyalatok szerint. Közben arra is figyelek, hogy nincsenek-e szókapcsolatok. Például, most egy más példa, nem sokára dolgozni fogok ezzel a címszóval, hogy színű. Kék színű, ez már egy szókapcsolatnak számít, akkor ezt külön teszem. Ugyanígy volt a szépnél és mindenütt. Jelenleg a szintén címszóval dolgozom, annak is van több jelentése. Az egyik jelentése az, hogy ugyancsak, hasonlóképpen. A másik jelentése az, hogy éppen. Tehát szintén most érkezett meg, vagy éppen azt jelenti, éppen most érkezett meg valaki. És a harmadik jelentése az lesz, hogy szinte. Tehát felcserélődik a szintével. Amint hogy a szinte is felcserélődik a szinténnel. Szóval kirakom, értelmezem, és utána kiválasztom a legmegfelelőbbnek tartott 8 cédulát. Ennyit szabad egy címszóhoz bevenni, mégpedig úgy, hogy a legrégibb és a legfrissebb is köztük legyen, és a többit arányosan elosztva évszázadokra, lehetőleg arányosan elosztva az egyes vármegyék szerint is, hogy mondjuk ne mind Kiskükülő megye legyen, vagy ne mind Kolos megyei anyag legyen, hanem több vármegye legyen képviselve. És utána következik az unalmasabb rész, az, hogy ezeket a cédulákat lemásolni. Lemásolni, ennél csak egy van unalmasabb, most éppen egy ilyen unalmas fázisnál tartok, a szintén címszó második jelentése az, hogy éppen feldolgoztam azt a bizonyos 8 cédulát, de maradt még vagy 200 cédula, és ezeken a szintén szót át kell húzni vízszintessel, ez jelzi azt, hogy nem használtam fel az anyagot, és ki kell írni a következő címszót. Ha tudnélik felhasználtam a címszót, akkor keresztül húzom. Ha nem használtam, akkor vízszintessel húzom ki. A gyűléseinket Vámszer Márta rendszeresen úgy vezette, hogy kezdődött az ő észrevételeivel a beadott anyagokkal kapcsolatban, azután következett az, hogyha ő maga se tudott valamin eligazodni, akkor a kollektív bölcsességre hivatkozva próbáltuk közösen kisütni a megoldást. Utána szót adott bármelyikünknek, van-e valamilyen problémánk, így folytak a gyűlések, és nyilván így folynak ezután is majd, mikor újraindulnak. Ki irányítja most a közösséget? Ketten fogják irányítani, Kósa Ferenc és Zsemjei János. A szótörténeti tár most már lassan 30 éve, hogy beindult, a 70-es években jelent meg az első kötet. Akkor még élt Szabó T. Attila, akinek a céduláiból áll össze, vagy illetve ezeket bővítik most ez az egész gyűjtemény. Hogyan tetszik emlékezni Szabó T. Attilára? Nagyon közvetlen ember volt, a szakmáról nem is szólhatok, mert én nem vagyok vérbeli nyelvész, nem tudok hozzászólni ahhoz, hogy a magyar nyelvészet területén ő mit alkotott, de kiváló ember volt, amellett meglepően egyszerű, szívesen
kirándult, egy kirándulás alkalmával beszélgettünk a házi munkákról, elmondta, hogy ő is mosogatni szokott délben, mint én. A felesége hozzátette, és már azt is tudja, hogy a tányérnak az másik felét is meg kell mosni. Azzal magyarázta a mosogatás iránti előszeretetét, hogy a levéltárban megbogosodott kezeinek jót tesz az a jó meleg, szinte forró víz a mosogató lé. Szóval egy közvetlen, egyszerű ember volt, de nagy tudású, és az embereivel tudott bánni. Mindenkit arra a helyre állította, amelyet az illető be tudott tölteni. Hogyan volt lehetséges, hogy ilyen iszonyú mennyiségű cédulaanyagot készített a tudományos munkásságán kívül, a Fehér könyvek sorozatban, igaz, hát 10 kötet, 9 vagy 10 kötet jelent meg? Csak úgy, hogy mindenről lemondott, kivéve a kirándulásokat, mert minden vasárnap kirándulni ment, minden egyébről lemondott, úgy értem ezt, hogy én nem láttam Szabó Attilát soha egy hangversenyen, színházban, operában, ilyen helyen. Gondolom, hogy azért, mert erre tette fel az egész életét. Koránkelő is volt, úgy tudom. A koránkelés az nem olyan ritka dolog. Én most is, ha bár nyugdíjas vagyok, reggel 6-kor kelek rendszeresen. Igaz, hogy este 10-kor ágyban vagyok már. Én erre vonatkozna a következő kérdésem, hogy milyen a tanár úrnak az életrendje egy idő után, biztosan kialakít az ember egy szabályt az életvitelére vonatkozóan. Kérem szépen, most nyugdíjas koromban reggel 6-kor felkelek. Nem egészen egy óra alatt beretválkozom, mosakodom, reggelizek, reggeli tornát végzek. Mikor mindezzel kész vagyok, fogom a csésze feketémet, és bejövök, leülök ahhoz az íróasztalhoz. Közben a feleségem is felébredt, ha már nem ébredt volna fel azelőtt. Megiszom a feketét, elszívom az első cigarettámat, és közben vagy azután a feleségemmel beszélgetünk arról, hogy ki hogy aludt, mit álmodott, ilyen semmiségekről, vagy esetleg, hogy milyen híreket hallott ő a rádióban, amíg én mosakodtam, stb. Ezzel eltelik az idő 7:30-ig. 7:30-kor még meghallgatjuk a Pesti Rádióban a 7:30-as híreket és a lapszemlét, utána ő is fel kell, és akkor körülbelül 8 órától vagy elmegyek a városba, ha például bevásárolni való van, és olyan, hogy én kell megvegyem, vagy leülök az íróasztalhoz. Leülök az íróasztalhoz dolgozni, vagy verset írni. Tudom azt, hogy az agysejteket felfrissíti az, hogyha nem ugyanazt a munkát végzi az ember folyamatosan, tehát igyekszem váltogatni a versírást a cédulázással, a cédulák feldolgozásával, vagy éppen nagyon szívesen fejtek keresztrejtvényt. 00:30-kor leülünk ebédelni, ebéd után mosogatok, utána feleségem megvetette az ágyat, lefekszünk, az ágyban meghallgatjuk a játék és muzsikát a Pesti Rádióban, utána alszom körülbelül 40 percet. 40 perc után felkelek, megint gyümölcsöt eszünk utána, és akkor következik a délutáni műszak, vagyis az, hogy feleségem az ágyban heverészik, illetve felülve keresztrejtvényt fejt. Én vagy dolgozok, vagy rejtvényt fejtek, valamit ott az íróasztalnál, vagy olvasgatok. Most például, hogy ne dolgozzam annyit a cédulákkal, Tóth Bélának a 6 kötetes magyar anekdóta kincsét olvasom újra. És így telik az idő. 6:30-kor vacsorázunk, amivel végzünk 7 óra előtt valamivel.
Utána következik az a bizonyos kártyaparti, amelyet már megemlítettem. 8 előtt 10 perccel kinyitjuk a televíziót, ezen a készüléken 5 román állomást lehet fogni, és már előre kiválasztjuk, hogy melyiket fogjuk nézni, rendszerint az egyes műsort nézzük. 10-ig, ha nagyon jó film van, akkor 10:30-ig, de legkésőbb 10:30-kor lefekvés. Hát nagyjából így telnek a napok. Ettől eltérés van vasárnap, ha szép idő van, akkor kirándulunk, mármint nagyot járunk a monostori erdőben vagy a Bükkben. Eltérést jelent az, hogyha a feleségemnek segítek a piacról hazacipelni egyet mást, vagy reggel elmegyek tejet vásárolni, vagy egyebet vásárolni. Szóval eléggé egyhangúan telik az életünk. Professzor úr, a modernitás körülményei között hogyan látja a klasszika filológiának a helyzetét? A klasszika filológia egyre inkább kiszorul az érdeklődésből, elvont szaknak tartják, elavult szakmának, egyre gyakrabban fordult elő az utóbbi években, hogy történészek megkerestek, mégpedig neves történészek is, hogy fordítsak le latin szövegeket, vagy ellenőrizzek bizonyos fordításokat. Hát ha én meghalok, akkor mi lesz az utánpótlással? Még rajtam kívül van egy fiatal, Bitai Ilona, szintén ókorszakos, de ő is már idős, túl van jóval a 60-on. Sajnos azt kell mondanom, hogy ez a helyzet, ide kell egy bizonyos elszántság. Erről eszembe jut, hogy mikor érettségi előtt álltam egy-két héttel, mentem Vásárhelyt felfelé a Klastrom utcán, összetalálkoztam egy tanárommal, aki ment ki a szőlőjébe, a Trébejbe. És síró hangja volt az öregnek, azt kérdi, no Gyuri fiam, ha sikerül leérettségizni, milyen pályára mész? És mondom, tanárnak. Te szerencsétlen, az rosszabb a favágásnál. És mondom, tanár úr, ha előről kezdhetné az életét, milyen pályára menne? Megint csak tanárnak. Na mondom, látja?